Nagy tisztelettel köszöntöm a Szeged Televízió nézőit az új szegedi sportcsarnokból. Idei első hazai bajnoki mérkőzésére készülődik a kékmezes MOL-PIK Szeged, amely ma a Balmazővárossal találkozik. Majd itt vannak a vendégek. A Balmazővárosa a legutóbbi fordulóban meglepetésre 23-23-as döntetlent játszott odahaza a Csurgóval, úgyhogy illik komolyan venni a mai találkozót is. Ismerkedjünk meg akkor a vendégek összeállításával. 4-essel Perez Nákor Medina, 5-essel Nikola Lazics, 6-ossal Temesvári János, 8-assal Korsós Ádám, 13-assal Pajkó László, 14-essel Bojan Tomics, 15-össel Balázs Sándor, 17-essel egy korábbi szegedi Olá Gábor, 20-assal Baldákos, 24-essel Morva Zoltán, 33-assal Tarik Vranac, 44-essel József Hanták, 55-össel Polteodor, 66-ossal a szintén korábbi pikjátékos Marinko Kekezovics, vagy Kekezovics Marinko, hiszen már megvan az állampolgársága. 75-essel Horváth Dániel, 89-essel pedig István Péter, a vendégek vezetőedzője Füzesi Ferenc. Itt pedig már a pik, amelyből I. és Ferenc és Balogh Zsolt hiányzik. Balogh várhatóan majd a hónap végén a Skopje elleni VL mérkőzésen tud újra játszani. I. és Ferenc pedig a Vác elleni mérkőzésen szenvedett egy kisebb sérülést. Itt van azonban újra a keretben Parondó, aki nem játszott az éve első tét meccsén. 1-essel majd Sierra, 16-assal Visomirszky, 5-össel mindig ilyen 8-assal Schellmann, 9-essel Robledo, 14-essel Petrus, 15-össel Fekete, 17-essel a kapitány Zubai, 21-essel Blazsevics, akivel a klub szerződést hosszabbított, 22-essel Prodaramics, 23-assal Hegedűs, 44-essel Bombács, 51-essel a visszatérő Parondó, 54-essel az a Csurúvia, aki az elmúlt évben a második fél évet éppen a Balmazújváros színeiben töltötte, 75-essel Branyes és 90-essel Lancsin Gábor, aki a Vác elleni mérkőzésen a legeredményesebb szegedi volt 5 góllal. Itt pedig a PIK szakmai stábja, pásztormester Márko Krivokapics, Szabó doktor, valamint Györgye Ignátovics. A mai mérkőzés játékvezetői Nagy Ferenc és Túróci József, ők vannak ott a kép közepén. Ahogy említettem, a Balmazújváros a legutóbbi fordulóban egy értékes döntetlent ért el a Csurgóval szemben, és nem ez volt az első bravúrja a hajdúsági alakulatnak, hiszen még szeptemberben odahaza megverték a Tatabányát 6 góllal, sőt a Pikket is nagyon szoros mérkőzésre késztették szintén szeptemberben, hiszen Ancsinék csak 3 góllal tudtak nyerni idegenben 28-25-re. Egy masszív kis csapatot állított össze Füzesi Ferenc. A Balmazőváros tavaly elviekben búcsúzott az élvonaltól, azonban az átszervezés miatt végül bent maradt az NB1-ben. A vezetőség, illetve a szakmai stáb nem kockáztatott, próbálták úgy megerősíteni a brigádot, hogy ne legyenek kiesési gondjaik. Érkezett többek között a Tatabányától Teodor Polkapus, aki többek között a csurgói pontszerzésből oroszlán részt vállalt, hiszen nagyon nagy hatékonysággal védett. Van egy új játékosa a Balmazővárosnak, méghozzá majd 4-essel játszik Nákor Perez, aki Spanyolországban született svéd állampolgár és Norvégiából igazolta a Balmazőváros. Irányítóként játszik majd. A PIK kezdi a mérkőzést, a kapuban pedig Piotr Visomirszky. Mellette Fekete Petrus, a két átlövő, Zubai a beálló, Bombacs irányít, és Parondó, valamint Jonas Schellmann a két szélen. Kekezovics természetesen ott van a kezdőben. A vendégeknél ő egyébként a harmadik legeredményesebb játékosa a bajnokságban a Balmazővárosnak. Hanták a házi gól király 65 góllal, és ugyanúgy 65-öt szerzett Olá Gábor, igaz, egy meccsel többet játszott a korábbi szegedi. Fekete! Petrus próbálta megjátszani Zubait, aki akkor már régen a földön volt. Morva terítette le. Poltelt a kapuban. Zubai fordul, és majd, hogy nem becsukott szemmel, talál be a vendégek kapujába. 1-0-ás szegedi előny, tehát rögtön az első támadásból sikerült betalálni. Korzsós irányít, korábbi player nevelés. Morva az egyik, Lazics pedig a másik oldalon átlövő. Jön István a beállóba, a két szélen pedig szintén szegedi múlttal rendelkező Balda 20-assal lent a túloldalon a sarokban. Itt pedig Kekezovics. Korsós.
bátor próbálkozás volt. Bombács résen, Párondó indul. Egyszerű játék ez a kézilabda, 2-0. Másfél perc sem telik el. Eddig 2-ből 2 a mérleg. Párondónak volt egy kisebb izomsérülése. A felkészülési mérkőzéseket is kihagyta. Óvatosságból, hiszen annyit nem ért volna az egész, hogy ott újra rásérüljön, és pont ezért a Vác elleni bajnokin sem lépett pályára Roberto García Párondó. Némi tanácstalanság most a vendégeknél, Korsós próbálja támadni a falat. Morva elveszik a labdát, Zuba indít, Bombács egyedül fogja befejezni. Kol Teodor megint kiszolgáltatott helyzetben. Bombács is betalál tehát. Kettő perc, 20 másodperc. És már 3 szegedi gól. István. Balda, Lazics. Azt mondta egyébként Füzesi Ferenc a helyi újságnak, hogy nyilván megpróbálják majd megnehezíteni a PIK dolgát. Hiszen képesek voltak szoros meccset játszani odahaza, valami hasonlóra készülnek. Fekete, szép betörés, a befejezés azonban pontatlan volt. Fekete Leblazsevics be, egyet cserél tehát a PIK, ez pedig Petrus blokja. Visomirskinek még egyáltalán nem volt dolga, azon kívül, hogy az össze-vissza lőtt labdákat begyűjtse. Korsós. Ahogy említettem, a Balmazújváros a 6. helyen áll az alapszakaszban, nagyon közel az 5. Vácshoz. Ez a két csapat nagy csatát vívhat majd a felsőházi rájátszásba jutásért. Itt van az első vendégtalálat, Lazics. 3-1. Fekete. Zuba itt most jól előzik meg. Nincs azonban induló ember. Pol Teodor nem mert kockáztatni. Korsós. Visomirski. Maga elé üti, Fekete pedig gyorsan lesprinteljön, Blazsevics. Elég nemzetközi társaság egyébként a vendégalakulat is. Svéd, szerb, bosnyák és szlovák légióse is van a füzesi csapatnak. 7 győzelem, 2 döntetlen és 9 vereség egyébként a mérlege a Balmaznak. István. Morva. A kapufáról kivágódó labda pedig Jonas Selman kezében, Párondó pedig ismét feltűnik. A vendég hatoson, már pedig, hogy arra jár, akkor nem ront. A 3. szegedi gól gyors indításból. 4-1. Lazics. Csak névrokona természetesen a Szedák férfi kosárlabda csapatánál dolgozó Nikola Lazicsnak. Itt pedig Juan Carlos Pastor, aki nagyon elégedett volt a hozzáállással a Vác mérkőzés után, és kiemelte Robledo játékát, illetve azt is hozzátette, hogy az Európa-bajnokságon sokat játszó emberek jó formáját, így Robledoét is ki kell használni. Blazsevics szerez labdát, a többieknek pedig még idő kell, hogy visszanyerjék a sportformájukat. Viszont azt is hozzátette, hogy ez a két mérkőzés, illetve még ez az egy, ez elegendő arra, hogy a csapat a vasárnapi Kolding mérkőzésre már teljesen úgymond kész legyen. Hiszen vasárnap folytatódik majd a Bajnokok Ligája, a B csoport sereghajtója, Adán Kolding érkezik majd ide Szegedre. Zubai kap sárga lapot. Lazics. Korsós, Morvának teszi tovább. Visomirski, kellett hozzá Blazsevics blokja. Így, hogy nincs ment Olá Gábor, jobbkezes, jobb átlövővel játszanak. Fekete, eljut a labda Zubaiig, büntető. Mire megvan Pol Teodor első védése,
érvényét veszti, hiszen szegedi büntető következik majd, Dán Bombacs érkezik. Itt pedig Lazic. Szépen behúzza 5-1. Második gólja Dán Bombacsnak. A hetedik perc végén járunk. 5-1-es szegedi for. Kekezavic. Morva. Kekezavic. Korsós. Lazic. Csak lövőcsel. Morva kénytelen mindig befelé cselezni, hiszen első szándékból nem tudja ellőni a szegedi tornyok mellett. A labda viszont eljut a beállóhoz. 5-2. István Péter első találata. Petrus bombáz mellé. Kettős csere. A szenvedő Morvát lekapja Füzesi Ferenc és jön Hanták. Korsós húzódik ki a jobb átlövő helyére. Ez is egy olyan kényszer megoldás. Lazic. Korsós. Lazic. Hanták 5 gólt lőtt a Csurgó elleni mérkőzésen. Várandó majdnem labdát szerez, és Korsós volt a másik legeredményesebb almazővárosi 4 találattal. Hanták, ez is Petrusnak köszönhetően nem jut el a kapuig, a labda pedig a PIK Szegedé. 8,5 perc. Kicsit ilyen színházi jellege van most a mérkőzésnek. Hétközben vagyunk, nem is klasszikus meccsnap ez a kedd. Így is több százan kilátogattak, de egyelőre klasszikus szurkolásról még nem lehet beszélni. Petrus 6-2. Füzesi Ferenc pedig most kér időt. A mai nap egyik kézilabdához kapcsolódó híre, hogy Herbert Gábor Hallgyűren igazol majd a nyáron. Ezt hétfő este a Szeged Televízió Aréna című műsorában jelentette be Bella Árpád, az Algyői Klub elnöke. Már sikerült elérnünk Herbertet, aki a korábbi szegedi játékost, aki tagja volt a 2007-es bajnok, valamint a 2006-ban és 2008-ban kupát nyert PIK-nek. Azt mondta, hogy fájó szívvel hozta meg ezt a döntést, csak köszönhet a csurgóiaknak. Azonban a kézilabdát mindenképpen folytatni szeretné, illetve a családdal szerettek volna visszatérni Szegedre, így kézenfekvő volt, hogy csatlakozik majd az Algyői kerethez. Illetve néhány szót váltottunk a Balmazűváros elleni mérkőzésükről, ahol elmondta, hogy nyilván meglepetésnek tűnik ez a döntetlen, de hozzá kell tenni, hogy mindössze néhány napot tudtak együtt edzeni, hiszen a legtöbb játékost a magyar válogatottba a csurgó adta, de voltak más válogatott játékosok, akik akár a montenegrói, akár a bosnyák válogatottban szerepeltek. Így gyakorlatilag 7 játékos maradt csurgón januárban, az 23-as csapattal edzettek. Azt mondta egyébként a korábbi szegedi kedvenc, hogy ehhez képest egészen jól játszott a csurgó. Szóval így lett döntetlen. Ez persze nem volna semmit az egy pont értékéből a balmazővárosiak szempontjából. Lazic. Lazsevics volt, aki akadályozta. Párondó pedig megszerzi a harmadik gólját. 7-2. Hanták. Éveken keresztül játszott a cseh bajnokságba. Lazic kérnék középen. Egyszerűen nem tudnak közel férkőzni a falhoz, olyannyira, hogy Balda ki is ejti a labdát a kezéből. Nagyon nem ízlik ez a védekezés a vendégeknek.
egyszer tudták megjátszani a beállót, egyszer pedig még Lazic átlőtte a falat, azon kívül gyakorlatilag semmi. Selma. Zubai. Balda csinált rajta egy akciót, de ezért itt sárga lap jár. Orosházáról igazolt a Balmazújvároshoz. Ős évek óta stabil NB1-es játékos, de hát ez majdnem elmondható a Balmazújvárosi keret feléről. Bombács, nagy labda láb között, ez pedig így 2 perc. Alaposan meggyötörték Zubait ebben az első 10 percben. Bombács készülődik, majd itt van Zubai. Ott pedig Ijes Ferenc, Balogh Zsolt, valamint Pásztor Imre, aki ugye újabb térdműtéten esett át még a télen, úgyhogy továbbra is várni kell a visszatérésére. Az újabb Bombács góra viszont már nem kell várni, 8-2. Fájó pont, hogy őt már túl sokszor nem láthatjuk itt az újszegedi sportcsarnokban. Az alapszakaszban egyébként már csak egyetlen mérkőzést játszik idehaza a Pikmai március elején a Tatabányával. Mérkőznek meg itt a Pásztor fiúk, egyébként az összes többi találkozójukat idegenben vívják. Cegléd, Orosháza és Csurgó szerepel még a programban. Korsós nagy játék volt, megint meg tudták találni a fiatal István Pétert. 8-3. Fekete. A két csapat egyébként eddig 3 meccset vívott egymással az NB1-ben. Parondo. Megvan az első komolyabb védése Paul Theodornak, ember hátrányban tudott menteni. A vendégek nem hozzák le a kapust, 5 emberrel mennek a 6 ellen. És majdnem megint bejött. És újra bejön, és kap egy sárga lapot Blazsevics. Megszerzi az első gólját Kekezovics Marinko, aki tagja volt a 2014-ben EHF kupát nyert Piknek. Selman. Petrus nem biztos, hogy ezt elsőre is így akarta, de a végeredmény számít, 9-4. Második gólját szerzi. Varánac érkezik Lazic helyére. Korsós. Varánac. Pisomirszki mellett. És a golyát szerezte a szlovák légiós Bombács. Elveszik a labdát, a játékvezetők pedig visszarendelik. Kilenc-öt állt az állás. Ránáció a bosnyák légiós a csapatnak. Korsós. Ránác. Középen próbálják megerőltetni a játékot, de nem túl sok sikerrel. Most azonban megtalálták a részt.
Visomirszky pedig már nem tudott visszanyúlni, Balda. Nyolc-kettőről lett 9-6. A legutóbbi 5 gólból, tehát 4-et a vendégek gyűjtötték be. Lassan jönnek majd a cserék a piknél. Robledo már melegít, de levette a melegítőjét. Mindig Ilya Prodanović és Churubia is. A balmazújvárosi mérkőzésen egyébként mindegy volt a legeredményesebb, igaz, akkor például sem Robledo, sem Bombács nem játszott, mindig pedig 8 alkalommal volt eredményes, Zubai és Churubia pedig 5-ször. Nyilván a balmazújvárosnak nem fontos, hogy gyorsan befejezze a támadásokat. Anták. Korsós. Balda. Ranácz. Ez könnyű zsákmány volt. Bombás gyorsít. Szerencséje volt Feketének, hogy egy picit rutinosabb Ranácz, akkor elesik és belemenés miatt a labda a balmazújvárosi lehetett volna. Bombács küldött el egy testcsellel mindenkit, Vránác kap egy sárgalapot. Szédületes egyébként, de hát ezt nyilván, aki rendszeresen néz pikmecseket, tudja, hogy milyen érzéke van a játékhoz, de ilyen Bombácsnak. Az Európa-bajnokságon is ő volt az egyik legjobb szlovén játékos, 6 gól és 10 gól passza nevé, ez itt pedig Robledo, aki pedig a spanyolok egyik legjobbja volt. Zubai szépen összeszedi. 10-6. És Korsós pedig ki is küldik. Most jönnek a váltótársak, Vranyes, Churubia, Robledo, Radanović és Ancsina pályán. Blazsevic maradt hírmondónak, de hát ő csak védekezik. Mindig ilyet támad majd irányítóként. Ember hátrányban ismét tehát a vendég alakulat. Hanták. Az előző ember hátrányból nagyon jól jött ki a balmazőváros, 2 gólt is lőttek. Ranácz. Prenyes kezéről pálgódik ki a labda. Hanták. Nem vették komolyan. 10-7. A csurgói mérkőzésen egyébként a somogyiak 10-8-ra vezettek a szünetben. Nagyon-nagyon kevés gól esett a szombati találkozón. A 22. percben még csak 6-4 volt az állás a csurgónak. Robledo esélyesen volt Paul Teodornak. 11-7. Kekezajt. Ranácz. Hancsin próbált meg egy belemenést eladni. Nem ették meg a játékvezetők, az pedig egy lépés volt Balázs Sándornál. 15 másodpercig még emberelőnyben a pikk. Most tud bejönni mindig já. Majdnem elveszik előle a labdát. Ancsin, Prodanović. 12-7. Hát Paul Teodornak egyetlen egy védése volt, de a 12 gólnál legalább 8 vagy 9 alkalommal teljesen kiszolgáltatott helyzetben volt a vendégek hálóra. És kimegy Pajkóhoz, a cserekapushoz, váltanak néhány szót és frissít. Valami hasonló lehet a téma. Túl sok segítséget nem kap egyenlőre a társaktól, így pedig nehéz. Hanták. Prodanović pedig majdnem megmenti a labdát, ez viszont így Baldáé. Ranácz.
Balázs Sándor most a jobb átlövő helyén. Ranácz. Nagyon nagy gól. Jó 11 méterrel engedte el, 12-8. Azonnal itt a válasz. 13-8. Roledo. Kétszer volt eredményes eddig. Pedig alig 3 perce van fent a pályán. 18 gólt és 16 gólpaszt osztott ki a lengyelországi Európa-bajnokságon, ahol ezüstérmes lett a spanyol válogatott. Mindegyával és Robledoval a soraiban. Robledo minden mérkőzésen játszott. Mindig ilyen, mindössze 5 találkozón kapott lehetőséget, összesen 36 percet töltött a pályán. Ez már nem volt jó kísérlet, marad a 13-8. És lehet újra 6 gólosan növelni a különbséget. 8-2-nél volt ekkora a differencia. Hancsin megtalálja Vranyest. Lent volt Vranyes lába, jó az ítélet, büntetőt kap a pikk. Szenzációs labdát kapott egyébként a bosnyák óriás. És jön Marko Churuvia. A Vác ellen volt egy nagyon pimasz büntetője. Gyakorlatilag lövő cselből tekerte el a labdát. Odaadja Pajkónak. Ismerik egymást még tavalyról. Marko Churuvia tehát a harmadik szegedi hetessel. Kicsit cifrázta, de ebben nagyon nem lehet belekötni. 14-8. Churuviának is lejár a szerződése. Vele egy éves megállapodást kötött még a nyáron a PIK. Nagy valószínűséggel ő azok közé tartozik majd, akik távoznak a csapattól, bár bejelentés még nem történt. Itt viszont egy szegedi szabálytalanság, és jöhet egy balmazújvárosi hetes. És érkezik az a Zolán Gábor, akit a szegedi szurkolók jól ismerhetnek. Szegedi nevelés éveken keresztül a csurgójakat erősítette. Úgyhogy csapattársa volt Piotr Visomirskinek, a külön csatájukat azonban most ő nyeri meg 14-9 ezzel az Olán hetessel. Szemfüles passz, remek játék. Remek találat volt, 15-9. Eddig egész szellemes kézilabdát mutat be a csapat. A hétvégén, ahogy említettem, indul a Bajnokok Ligája, folytatódik a csoportkör. 4 hétvége, 4 mérkőzés. Sorrendben Kolding, Barcelona, Skopje, valamint Kielce. Ebből kellene kihozni majd a legtöbbet. A PIK egyébként jelen pillanatban a harmadik helyen áll a BL csoportjában. De nagyon nehéz lesz megőrizni ezt a pozíciót, hiszen óriási a harc a helyekért. Hanták. Kis körönpasszok egymástól 1 méterre. Nem nagyon tud most kibontakozni a Balmazőváros. Móra próbál cselezni, aztán neki megy a falnak. Vranyessel én sem szívesen ütköznék. Hanták. Morva. Morvának csak a sebessége van meg ahhoz a poszthoz. Jobbkezesként. És bemegy a labda. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy nem lesz belőle semmi, aztán végül megtalálta az utat a kapuig. 15-10. Harmadik gólja. Prodanović. Ancsin, akinek egyelőre még nincs lövése. Robledo. Változatlanul nagy kedvel kézilabdázik.
Mindegi áll. Pedig elő volt készítve a terep Antonio García Robledónak. Lelki szemeivel már a lövésre készülődött Ancsin. Vranyes. Vranyes. Nem tudta begyűjteni, van induló ember. És bele tud még érni Robledo, de kevés volt. Visomirski! Az első nagy bravúrja Mindigia, ez pedig lépés. Egy 30 másodperces őrület a pályán. Perez, akinek passzolt volna, az pedig eltűnt. Pályán tehát a svéd nemzetiségű, de Spanyolországban született irányító. Vranyes mellett eltűnt az ember, hol Teodor? Perezzel kapcsolatban egyébként egy érdekes történet. A másfél évvel ezelőtti norvég bajnoki döntőben összetűzésbe keveredett az ellenfél egyik játékosával. Volt egy kis tulakodás, kiállították, még a nézőkkel is összebajozott, kapott egy néhány meccses eltiltást. Korábban hasonló ügy miatt Svédországban. Fél évre tiltották el. A góllövéstől viszont itt senki nem tiltotta el, 15-11. Ezzel a Perez góllal szépít. Mondjuk ebben a sportcsarnokban nem volt még olyan Perez gól, amilyen körültek volna a szegedi szurkolók. Négy perc az első félidőből. Vranyes. Vranyes nem kicsit esett. A játékvezetők meg is állítják az órát. A fiatalok közül most ugyanúgy ott van Hegedűs és Fekete a keretben. Lehet bízunk benne, hogy Vranyest nem kell majd nélkülözni a folytatásban. Dr. Szabó István és György Ignatovics veszik kezelésbe Vladimir Vranyest. A 300 című hollywoodi szuperprodukcióban néztek ki így a görög katonák, mint Vranyes. Négy perc tehát az első félidőből. Ancsin lövését pedig Paul védi. Már próbált indítani, de a két szélső nem tudott gyorsan felérni. Perez. Ranac. Hopp, Csuruvia kilopja a labdát. Mindig ilyen indít. Ó, ez gyönyörű lett volna, de csak volna, mert Paul Teodor ezt is megfogja. Elkapta a fonalat egyébként a szlovák kapus. Kekezovic. 15-12. És szépen csendben visszakúszott három gólra. A Balmazőváros. Itt van Paul Teodor. Korábban szerepelt a szlovák válogatottban is. Volt a Fradi, a Pler, a Tatabánya és a Csurgó kapusa is. Csurovia 16-12, gyorsan javít. 16-12. Korsós helyett István jön. Perez. Ranac. Balda. Perez. 16-13. Egész jó megoldásai vannak a svéd játékosnak. A labdát kell közben cserélni. A tavalyi alapszakasz mérkőzésen
75 gól született a PIK Balmazújváros mérkőzésen, 47-28-ra nyert a PIK. Messze az volt a leggólzáporosabb meccse a csapatnak. Most ennél lényegesen kevesebb találat. Robledo, kitolják a labdát, illetve a labda alól Vranyest. Balda és Kekezovic indul. 16-14, 2 gól a különbség. Prodanovic volt a címzett. Másfél perc még az első félidőből. Nem kellene beragadni ezen a két gólon. Mindig ilyet megtartják. Ancsin. Nem kegyelmezett. 17-14. Branac. Talán egy picit elkapkodta. Robledo. Mindig ilyen. Ó, az milyen labda! Ebből pedig 2 perc lesz. Vagy nem. Minden esetre Vranyes ismét a földön. Most egy rövid időre megint ezt a Nico Mindigiát láthattuk, akit még a sérülése előtt. Nincs ma jó dolga a szegedi beállóknak. Egy perc, 4 másodperc még. A szünetig. Ancsin. Rányes. Robledo. Ancsin. Nico Mindigia, 18-14. Gyorsan megduplázza a különbséget a PIK. Branac. Kekezovic. Talán meglepődött ő is, hogy milyen üresen maradt. Visomirszki véd. Perez. Felnézett az órára, látta, hogy már csak 22 másodperc van hátra. Ezt már csak a végén fogják ellőni. Perez. Az év egyik legnagyobb belemenését láthattuk. A PIK pedig időt kér. Füzesi Ferenc ezért nem fogja megdicsérni a játékosát. Kilenc másodperc van hátra az első félidőből. Ebben még bőven belefér egy lövés. Visomirszki és Sierra. Vácon fordított volt a szereposztás, a spanyol kezdett és a lengyel váltotta. Könnyen elképzelhető, sőt, szinte biztos, hogy Sierra véd majd a második félidőben. Na lássuk akkor ezt az utolsó 9 másodpercet, 18-14-es szegedi előny. Vajon mit rajzolhatott fel a Mister a táblára? Visomirszki indítja majd útjára a labdát. A Balmazújváros pedig kijön egész pályára. Mindig ilyen gyorsít, ezt akár el is lőheti még egyedül is. Így sem volt rossz, ez pedig egy hetes. Ez a második olyan szituáció, amikor Vranyes, ha egy picit ügyesebb és megszerzi a labdát, akkor egy kiváló akciót fejezhetett volna be. Persze így sem rossz, hogy büntető lett a vége. Márko Csurovia végezheti majd el az időn túli hetest. Itt pedig a szenvedő fél, Vranyes. Ezzel zárul tehát az első félidő. 30 percnyi játék után MOL PIK Szeged Königtrét Balmazújváros 19-14. Rövidesen folytatjuk a második félidővel.
Nagy tisztelettel köszöntöm ismét a televízió nézőket. A szünetben 5 góllal vezet a PIK 19-14-re a Balmazújváros ellen. Az első félidő hajrájában 2-re is fel tudott zárkózni a vendég alakulat. Aztán viszont a PIK még egyet rázott magán, és gyors gólokat szerezve végül kialakította ezt a részeredményt. 19-14, tehát az állás, a kapuban pedig José Manuel Sierra, aki Visomirskit váltja. Visomirski egészen jól tette a dolgát, volt egy-két nagyobb védése. Blazsevic és Jonas Schélman, ők ketten jövőre biztos Szegeden játszanak, viszont jó néhány játékossal kapcsolatban még nem lehet tudni, hogy megy vagy marad. Többek között a pályán lévők közül igaz ez Sierra-ra, Ancsina Parondóra, illetve Vrányesre is. István, a Balmazújváros kezdi a második játékrészt. Perez, Olá Gábor, és megtalálja rövidbe az utat Balda. 19-15. Olá Gábor csak most játszik, hiszen ő már nem védekezik a túloldalról, sokkal nehezebb lecserélni. Robledo. Ketten zárták ki a játékból Vranyest. Ugyanaz a csapat folytatja majdnem, amelyik befejezte Bombács. Parondo és Schélman jött vissza. Hárman tehát maradtak. Robledo. Van induló ember. Temesvári. 19-16. Gyakorlatilag az első labda érintéséből betalált Temesvári. Úgy kezdi a Balmazújváros a második félidőt, ahogy a PIK az elsőt. 75 másodperc alatt 2 gól. Vranyes Perezzel küzdött nagyot. Aztán Vranyes, hogy próbált kiszabadulni a szorításból, odavágott egyet Vránácnak. Itt van Vranyes, hogy visszanézett, hogy vajon mi történt. Abban azért volt némi él a bosnyáknál. Parondo. Ez egy jó szerelés, Bombács nem merte bevállalni a keresztpaszt, lelesték volna. Bombács, Ancsin, ott a sánc. Perez, Balázs, Perez, 19-17. Harmadik gólja a négyessel játszó légiósnak, és 3-0-val indítja a második félidőt a Balmazújváros. Néhányan még most jönnek fel egy pohár sörrel a büféből, nem biztos, hogy elhiszik, amit látnak. Parondo hagyja ki ezt a helyzetet. Egyetlen gólra felzárkózhat a Balmazújváros. Azt hiszem, hogy ezt 3 perccel ezelőtt még nem hittük volna, hogy így lesz. Balda. Olá. István. Perez kapja. Ez pedig így Parondóé. Jön mellette Schélman, de aztán lassít, mert látja, hogy Parondó ezt egyedül is megoldja. A kapus még beleért, de hárítani nem tudott. Parondo gyorsan javított. 20-17. István. Perez. Olá. Plusz 18. Ez még a régiből van.
első akciógólja Olának, volt még egy értékesített büntetője, itt pedig Főzesi Ferenc, aki egyelőre elégedett lehet a csapatával, azt gondolom. Egy szívós brigádot tett össze, amelynek mondom, van még esélye arra, hogy meglepetésre a felsőházba kerüljön majd. Robledo ajtóablak zicser. Ez egy remekül kidolgozott akció. Harmadik gólja a spanyolnak. Perez megpróbálta bevarázsolni a labdát István Péternek. Hulán Gábor sétál fel a támadáshoz. Túl sok energiát azért nem pazarol el. Sierra. Könnyű zsákmány volt. Lazsevics. Bombács. Klasszis gól. Mindenkit elaltatott azzal, hogy megvárja, hogy Blazsevics helyre jöjjön valaki, és egyedül megoldja. Negyedik gólja Bombácsnak. A bajnokságban egyébként Ancsin Gábor a legeredményesebb szegedi. 70 gólt lőtt eddig a bajnoki meccseken, Bombács pedig 64-et. Igaz, ő ehhez már hozzátett a mai napon 4-et. Blazsevics veszi le bal belsővel, ezért a balmazújvárosi szabaddobás. Perez. Nagyon nagy gól! Úgy tűnik, hogy Perezzel jól jár a balmazújváros. Némi gátlástalanság van benne, ami a lövéseket illeti, de jól teszi. Bombács osztja ki a feladatot Vranyesnek. Robledo cibálják meg. A játékvezetők felemelik a kezüket. Robledo nem bonyolította túl. 23-19, hát így is kell. Ennél csak nehezebb feladatok lesznek majd vasárnap a Kopenhága ellen. Kiejti a kezéből a labdát, Balda, de visszakapja a vendégcsapat. Horváth Dániel az új fiú a falban. Ez pedig Blazsevics sánca. Többek között ezért is hosszabbított vele szerződést a klub. Robledo, belemenés. Horváth vágódott hanyatt. Perez, kockázatos labda Temesvárinak. Nyújtózkodnia kellett. Szép játék. Horváth Dániel. Néha azért megmutatja a Balmazőváros, hogy nem véletlenül áll a tabella hatodik helyén. És nem csak kifutott eredmény. Akár a Csurgó elleni döntetlen, vagy a Tatabánya legyőzése. Robledo. Három ember kell hozzá, hogy megállítsák. Kiharcol egy büntetőt. Bombács végzi majd el. 9. perc a második félidőben, 23-20-as szegedi vezetésnél. Bombács büntetőjét védi Paul Theodor, az első kimaradt szegedi büntető. Hanták. Lazics is
most Tábe. A Horváth Dániel elindult ott befele a falba, és dűtött, borított. Megtalálta Ancsin kezét is. És ugye jól láttam, éppen a bal keze a problémás. Holá. Anták. Holá. Elég bátor próbálkozás volt. Bombács, Vranyes, nagy nehezen össze tudta szedni. Villámgyors akció, 24-20. Ehhez kellett azért Olá Gábor könnyelműsége. Horváth. Lazsevics. Nem egy klasszikus passz. Egy pár rondóban esküszöm benne volt az, hogy jobb lábbal megsújintja. Ezt Anták sújintotta meg 24-21. Úgy tűnt innen, hogy pár rondóban felvillannak a lehetőségek, és az is benne van a pakliban. Elérni másképp nem tudta volna. Lazsevics kapott most egy kis előadást Juan Carlos Pastortól. Ő maga is meglepődött, hogy hogyan került oda a labda a kezébe itt közben a pikmestere. A minap megkérdeztük egyébként arról, hogy mit gondol, elvállalná adott esetben a magyar válogatott irányítását. Azt mondaná, hogy olyan, azt mondta, hogy olyan dolgokkal nem szokott foglalkozni, amik egyelőre nem reálisak. Nincs ajánlat, nincs miről beszélni. De azt is hozzátette, hogy ha adott esetben egyszer ez felmerülne, akkor nyilván a családjával konzultálna még mielőtt bármilyen döntést is hozna. Ancsin gólt lőtt, Aranyás hanyat vágódott, Horváth megkapott egy 2 percet. Ancsin Gábor. Vele kapcsolatban több internetes fórumon is azt lehetett olvasni, hogy a Veszprém szeretné szerződtetni, hiszen neki is lejár a szerződése. Egyelőre vele kapcsolatban is nagy a csend. Tomics a pályán 14-essel. Hát ez kinek akart? Ez így kétszer indulás, így van, Lazics. A levegőből saját magának passzolt, a játékvezetők azonban kiszúrták. Bombács. Párondó befejezése tökéletes. 26-21. Gólos Párondó. Temesvári. Tomics. Hú, ezt Tierra elnézte. 26-22. Lazics még az első vendég találatot jegyezte. Most újra betalál. Prodanovic érkezik Párondó helyére. Számára befejeződött a mai meccs. Shellman. 27-22. Próbálja tüzelni a többieket a svéd. Itt pedig a B-közép mai tagjai. Holá. Kiegészül most a Balmazúváros.
Horváth foglalja el a helyét a darálóban alá. Ez szép gól. Kicsit döcögött a szekér, de ahogy elindította azt a lövést, az kiváló mozdulat volt. 27-23, akár csak ez. 28-23. Reméljük azért Bombács tartogat valamit vasárnapra is. Kapus cserél, a Balmazőváros, Pajkó érkezik. 16 perc van még hátra a meccsből. Nem volt pontos a labda. Ancsi most feleslegesen szabálytalankodott Hantákkal szemben, hiszen az a labda már régen nem volt esélyes számára. Olá! Egyelőre messze a kaputól. Sierra pedig véd, de Ancsin belül védekezése miatt balmazővárosi büntető következik. Itt van a sértett Hanták, ő végzi majd el a büntetőt. ...28-24. Negyedik gólja a szlovák légiósnak. Jonas Schellmann kap pihenőt, jön Marko Csuruvia, és mindig is készülődik, valamint Petrus és Zubai. Bombács. Tökéletesen volt megint előkészítve a terep. Azzal egyébként, hogy Bombács az irányváltásokkal, a testcseleivel tanítani való módon csinálját az átlövőnek. Bár javítom magamat, van, amit ebből nem lehet megtanítani. ...29-24. Robledo pedig kedvére lövöldözhet oda, ahol csak akar ezeknél a helyzeteknél. Olá! Tomics próbál gyorsulni, a Balmazőváros, aztán megállt a tudomány. A játékvezetők felemelik a kezüket. Marad a labda, ami mindig a vendégeknél. Hanták. Ez a 4.0-ás támadás lesz. Megint visszakapja a labdát a vendég alakulat. Olának készítik elő. Ez akár test melletti lövés is lehet, így van. És megint a szegedi blokkról megy ki a labda. Ez viszont nem volt csúnya akció. Horváth befejezése viszont centikkel, de elkerülte a kaput. Brányás pedig elkéri a labdát, hogy lecserélhessék. Jön mindenki és Zubai. Az utolsó 13 percre. Petrus. 30-24. Az első gólját szerzi a második fél időben Petrus, egyébként pedig a harmadikat. A fiatalokon kívül, valamint a csak védekező Blazsevics kivételével már minden szegedi mezőnyjátékosnak van gólja. Itt pedig a vendégek, Üzesi Ferenc gyors talpalója. Szépen összeszedte
ezt az együttest. 7 győzelem, 2 döntetlen és 9 vereség, így a hatodik a Balmazőváros együttese, amelynek a sorsolása igencsak kedvező, hiszen gyakorlatilag ezzel a mérkőzéssel letudja a nehezebb meccseit, fogadja majd a Gyöngyöst, a Mezőkövesdet és a Komlót, illetve megy a Plerhez és az Egerhez. Lényegesen könnyebbnek tűnik a sorsolása, mint például a Váci, amely most az ötödik, és a két csapatot csupán 2 pont választja el egymástól. Bár nyilván hátrafele is kell nézegetni, hiszen a hetedik Komló, a nyolcadik Orosháza és még a kilencedik Gyöngyös sem tett le arra, hogy esetleg becsusszanjon a legjobb 6 közé. Ugye az alapszakaszból az első 5 megy majd be, és ez az 5 csapatos csatlakozik majd a SEHA ligából a Veszprém, amely olyan komoly mérkőzéseket játszik, mint legutóbb, amikor 50-16-ra nyert a Sereghajtó ellen. Na, így van értelme annak a ligának. Ahelyett, hogy például mondjuk, akár mondjuk Egerben is lehetne látni a hazai szurkolóknak Nagy Lászlót, Iváncsik Gergőt, Ilicset vagy éppen Pálmárszont. Ehelyett nem akarok senkit megbántani, de no-name csapatok ellen játszik a magyar bajnok. Ez viszont nem no-name, hanem mindig ilyen gól. 31-24. Szép gól volt. Még egy gondolat erejéig visszatérve a SEHA ligához. Külföldi portálok szerint egyébként a Veszprém jövőre, vagyis a következő szezontól már nem lesz tagja annak a ligának, és visszatér a magyar bajnokságba. Azt gondolom, hogy ezzel mindenki jól járna. Perez! Olá! Ranac, Perez! Olá! Petrus kezéről megy ki a labda. Horváth nagy nehezen begyűjti, de addigra már a játékvezetők lefújták az akciót. Perez. Lazsevic szépen kitolta az emberét. Halmazati büntetésként pedig kap egy 2 percet. Az első 2 perces kiállítása a Piknek. Mindig ilyet öltöztetik. Akik látták a Vác elleni mérkőzést, azok megfigyelték, hogy már ott sem a szélsőkön volt a megkülönböztető az ember hátrányos helyzetekben, hanem az irányítón. Horváth. Horváthot nem olyan egyszerű tartani. Elég komoly paraméterekkel rendelkezik. Ancsi mellett is be tudott fordulni. 31-25. Ember hátrányban, tehát a Pik, itt van Nico Mindegia. Zubai. Petrus. Ancsin. Szerencséje volt Pajkónak, hogy nem találta el a kezét a labda. Pokoli erővel küldte meg Ancsin. A pontossággal viszont azért voltak gondok. Egy pozitívuma volt, hogy így volt ideje visszaérni Sierrának a kapuba, amíg Pajkó kialázta a labdát. 9 perc a hátralévő idő, 31-25-ös szegedi előny. Olá! És kilépett vele Temesvári. Olá innen nem láthatta. Ez most annyira nem volt pontos labda. Sierra le, mindig ilyen pedig vissza. 18 másodperc van még a kiállításból. Tiágos. Ancsin trükk között, mindig ilyen. Zubait megelőzik, üres a kapu. Horváth, 31-26. A magányos labda
Ez is lehetett volna a kép címe. Nyilván Juan Carlos Pastore erről nem így gondolkodik, de talán egy ilyen mérkőzésen ez még belefér. Viszont intőjel, hogy a Vác ellen is volt egy hasonló szituáció. Zubai. 32-26. Az mindig veszélyesebb, hogyha az irányító van a megkülönböztető, hiszen mégiscsak ő szervezi a játékot. Nehezebben tud szabadulni a pályáról, hogyha úgy tetszik. Perez. Bármi is lesz a mérkőzés vége, abban az őváros, azt gondolatom, hogy elégedetten mehet majd haza. Hiszen valóban szoros meccset játszottak a pikkel, és egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet. Varanács eltopogja, mindegyel pedig már is begyűjti a labdát. Ketten a jobbján, mégis Zubait választja. Ő pedig nem ront, 33-26. A végén azért meg lesz az a tisztes különbség. Füzesi Ferenc időkérésre készen. Picit talán elfáradtak a vendégek. Mindegyá. Csuruviá. Ha már felbukkant azon a helyen. És most kér időt. Füzesi Ferenc 8 gólnál. Az eddigi legnagyobb különbség. Perc 40 másodperc a hátralévő idő. A PIK tehát vasárnap a Kolding ellen folytatja a bajnokok ligáját, jövő héten kedden pedig a Cegléthez utazik majd bajnoki mérkőzésre, azt a mérkőzést majd az M4 Sporton láthatják élőben, 17:30-kor kezdődik majd jövő héten kedden, utána pedig irány Barcelona, hiszen a PIK ott játszik majd VL mérkőzést, az azt követő kedden pedig Orosházára látogat az együttes. Azt az összecsapást várhatóan majd ismét a Szeged Televízióban nézhetik meg. 6 perc, 40 másodperc van hátra, 34-26-os szegedi előny. Pérez. Ranácz. Ranácz. Zubai próbálja meg elvenni a labdát. Petrus viszont begyűjti. Rodanovic pedig lendületből. Itt a szerű befejezés. 35-26. Lassan meg lesz a 9 gól, utána 10 is. Perez alá. A kapufa kisegítette Sierrát. Prodanovic besomfordált oda a kettes védő mellé. Ancsin viszont éppen a labdával volt elfoglalva. Mint ahogy most is. És akkor ez már 10 gól. Ami most már 9. Van
és hát hasonlóan sok gól lesz, mint tavaly ilyenkor. Fekete Bálint a pályán, Ancsin helyett Fekete kezdett, aztán a második félidőben csak most tudott beállni. Szépen kizárják Zubait, Pajkó viszont nem tud indítani. Prodanović pedig bármennyire is akadályozta Temestvárit. 36-28. Gyurulja. Fekete. Mint a komoly önbizalom hiánnyal küzdködni a fiatal játékos Sierra. Juan Carlos Pastor pedig méterekről kiabál Feketének. Ancsin próbál lelket önteni belé. Pedig hát egy ilyen mérkőzésen tényleg mindenféle teher nélkül lehet elvállalni a helyzeteket. Az viszont látszik, hogy Feketének meccsekre vannak szükségei, hogy meccsre van szüksége, játékpercekre. Hogyha hosszú távon a pikben akar maradni, akkor lehet, hogy jót tenne neki egy kölcsönadás egy másik NB1-es csapatban. 3,5 perc a hátralévő idő. Már csak az a kérdés, hogy mennyi lesz a vége. Szerdától pedig folytatódhat a felkészülés majd a Kolding ellen. Várhatóan Igropulo nélkül érkezik majd a Kopenhága, hiszen az Európa-bajnokságot is kihagyta a klasszis orosz jobb átlövő. Még amikor a Füchse Berlinben játszott, akkor volt egy vakbél operációja, ahol valamilyen komplikáció lépett fel. Igropulo szerint a német orvosok hibáztak ki, emiatt kellett ugye korrekciós műtétet végrehajtani, amiatt kellett kihagynia az EB-t. Temesvári, ez egy nagyon pimasz fifikás befejezés. 36-29. Prodanović, ez sem volt különb. 37-29. Alig több, mint 2 perc van átra. Marad a 37-29. Itt pedig Sierra. Először a nyakára kapott egyet Fekete Bálint, majd ütközött Horváttal. Inkább az első fájt neki. Fekete, mindig jár. Összeugrasztott ott 3 balmazújvárosi játékost, Pajkó. Nem is nagyon emlékszem, hogy lett volna védése a második félidőben, mióta beállt. Perez. 37-30.
megkezdődik az utolsó perc. Egy gólokban gazdag mérkőzésen tudott nyerni a rendkívül szimpatikusan és jól játszó és jól küzdő Balmazőváros ellen a PIK. Mindig ilyen pedig hiába oszt ki egy újabb álompaszt, a gólt érvénytelenítik. Le is pocsizza a játékvezetővel. Márko Csurovia pedig talán az utolsó szegedi gólt szerezheti, hiszen 25 másodperc van hátra, és az órát nem állították meg. 38-30. 18 másodperc a hátra lévő idő. A PIK tehát győzelemmel folytatja a bajnokságot, magabiztosan nyer a Balmazőváros ellen, és lehet készülni a Kolding ellen. Vasárnap pedig már BL mérkőzésen telhet meg az új szegedi sportcsarnok. Még egy Sierra védés a végére, és ezzel zárul a találkozó. Tehát a vége, 8 gólos szegedi siker. Folytatás pedig a Kolding ellen vasárnap, és jövő héten kedden pedig a Cegléd ellen a bajnokságban. Én munkatársaim nevében még egyszer a végeredménnyel búcsúzom. Holpik Szeged Kőnik Téd, Balmazőváros 38-30. Köszönjük, hogy velünk tartottak ma este is, a viszontlátásra, a viszonthallásra.